Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mi az ő gondolata, vagy mi foglalkoztat téged, hogy érzed magad, hogy érzi ő magát. Bepillantunk az érzelmi világotokba, megnézzük a külső befolyásokat, a lépéseket és a jövőt. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. A jóslás neve a szerelem kertje, hiszen ez a szerelmes pár ott van ebben a parkban. Itt látható ez a hölgy és ez a férfi. Ha te egy nő vagy, akkor ő rád utal. A férfi pedig utal a férfiakra, vagy utal a lelki társadra. Először is megnézzük a te érzelmeidet, ha te egy hölgy vagy. És erre utal a kártya bal oldalon, középen. Itt van az ostor, és az azt jelenti, ami fáj, fájdalmas emlékek, mert valaki megbántott téged, vagy ő bántott meg téged. Itt voltak a múltban nehézségek, problémák, viták, veszekedések. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy te úgy érzed, hogy nála vannak ezek a kihívások. A kártya azt is jelentheti, hogy te úgy érzed, hogy valaki meg akar bántani téged. Lehet, hogy emiatt vannak aztán bizonytalanságok vagy félelmek. A jobb oldalon középen látható kártya utal az ő érzelmeire. Itt a kulcs látható. Ami jelenti azt, hogy magabiztos, megvan a magabiztos fellépése, biztos a dolgában. Nagyon diplomatikus, hiszen használja a kulcsot. Valamit lezár, jelentheti az ő zárkózottságát, vagy nyitott. Kinyílik egy új ajtó ezzel a kulccsal, és ő él a lehetőségekkel. Azt is jelentheti, hogy nyitott veled szemben. De hol ilyen, hol olyan. Hol zárkózott, hol nyitott. És az is lehet, hogy pontosan ez a fellépés, ez a hozzáállása, ez, ami téged megbánt. Ezért látható nálad az ostor, mindaz, ami fájdalom számodra. Felül jobb oldalon ez a kártya utal az ő gondolataira. Itt megjelennek a halak. És a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefüggésben áll egymással. Lehet, hogy ez is foglalkoztatja őt a gondolataiban, mert rendezni akarja az anyagi helyzetet, vagy tervez egy munkahelyi változást. A halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és ő biztos saját magában, hiszen értékeli magát, és tudja azt, hogy ő megérdemli azt, hogy veled együtt boldog legyen. Ha te egy hölgy vagy, akkor a te gondolataidban a könyv jelenik meg, és az felül bal oldalon látható itt a képen. Ez jelenthet továbbtanulást. Azt is jelentheti, hogy veszel magadnak egy könyvet, vagy valaki ajándékoz neked egy könyvet, vagy te szeretnél valakit megajándékozni. Az is lehet, hogy írtál egy könyvet, és az most megjelenik.
A könyv jelentheti az ő zárkózottságát is, ugyanúgy, mint a kulcs, hol zárkózott, hol nyitott, és ilyenkor néha úgy gondolod, hogy ő eltitkol előled valamit. A külső befolyás az alul bal oldalon látható, és ez a hölgy téged szimbolizál. Az jelentheti azt, hogy te nem engeded azt meg, hogy mások befolyásoljanak téged. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy te állsz a középpontban, és mások látnak téged, megbecsülnek téged, keresik veled a kapcsolatot, de te vagy itt a képen, és te irányítod a dolgokat. Alul jobb oldalon ez a ravasz róka utal az ő környezetére, ki vagy mi befolyásolja őt. Ez a kép azt jelenti, hogy valaki figyelgeti őt, hamis emberek vannak a környezetében, vagy becsapják őt, vagy hazudoznak neki, vagy kihasználják őt. Neki óvatosnak kellene lennie. És az lenne jó, ha itt használná a kulcsot, és lezárná ezeket a kapcsolatokat, lezárná ezt a befolyást. De szerintem ő jó indulatú, és nem veszi észre. Az ő lépései mit fog tenni irányodba? Itt megjelenik a lilium virág, alul középen látható. Ez jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket. Azt is jelentheti, hogy szeretne veled valamit tisztázni, szeretné rendezni a dolgokat. A Lenormand kártyánál ez a virág jelenti a szexuális témákat is. Lehet, hogy vannak ilyen tervei és ilyen szándékokkal is közeledik hozzád. Ami téged illet, hogy mit fogsz tenni, vagy mit kellene tenni, hogy cselekedj, az alul látható, és a nap jelenti a te kisugárzásodat, a magabiztos fellépésedet, a vonzalmat kettőtök között, amit a nap még jelent, hogy megvilágít valamit. Például láthatóvá teszi őt. Ez jelentett egy találkozást. Vagy a nap azt is jelentheti, hogy tisztán szeretnéd látni a dolgokat. Vagy utalhat a nyári hónapokra, hogy akkor szeretnél lépéseket tenni, és szeretnéd azt elérni, hogy a nyáron végre előre menjenek a dolgok. Ebben a parkban van egy szökőkút is, az ott középen látható, ahol a hölgy és a férfi feje van. Mutat egy irányt, mutat úgy felfele, és utal a felső kártyára, ami jelenti a kimenetelt, ami jelenti a jövőt. Mi vár rátok a jövőben, és itt az utak láthatóak. Itt lesznek majd fontos döntések, lesz egy új irány. És az utak jelenthetik azt is, hogy együtt terveztek egy közös életutat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, például azt, hogy nálad is ugyanaz a helyzet, mint itt, hogy hol zárkózott, hol nyitott, és ez, ami téged elszomorít. De megvan a remény, hogy tisztázódjanak bizonyos dolgok, erre utalnak a kártyák.
azt is leírhatod a kommentárba, hogy hogy érzed, tényleg így van, hogy vannak hamis személyek a környezetében, akkor is, ha ő ezt észre sem veszi. Ennek is nagyon örülnék, ha úgy beszámolnál magadról, vagy a te helyzetedről. És annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!